Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm lelkész testvéreket, minden megjelent, kedves mezőtúrit, ökumenikus imanyolcadunk mai alkalmán, amikor ismét együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk. Az Úr Jézusnál, az Úr Jézussal kérhetjük magunk számára azt, amit ő az utolsó vacsorán oly nagyon kért, hogy a követőik mind egy legyenek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, az atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a helyünket elfoglalva 395-ös éneket énekeljük, mind három versével. Oh,
Imádkozzunk! Ments meg, Urunk, az olyan döntésektől és cselekedetektől, amelyek szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel sújtják testvéreinket. Ments meg, Urunk, a félelemtől és a gyanakvástól, amely elválaszt minket egymástól, és határokat szab reménységünknek és gyógyulásunknak. A Szent Lelket kérve már folytatjuk imánkat. Az elé imádkozott mondat után a közösség válasza: jöjj, Szent Lélek! Egyesíts szolgáidat az egység kötelékével. Jöjj, Szent Lélek! Taníts minket imádkozni. Jöjj, Szent Lélek! Szabadíts meg minket a bűn rabságából. Jöjj, Szent Lélek! Segíts gyengeségeinken. Jöjj, Szent Lélek! Formálj újjá minket, hogy gyermekeid lehessünk. Jöjj, Szent Lélek! És most mondjuk el közösen az apostoli hitvallást, hitünk megvallását a Szent Háromság egy Istenben fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes mennyasszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most megkérem a Mezőtúri Evangélikus Egyház vezetőjét, Monikát, tartsa meg ige hirdetését, vezessen bennünket az egység útjára szavaival, tanításával. Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely megírva található Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének második fejezetében, az elsőtől a negyedik versig a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek egyet akarva, ugyan arra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek! A mai ige hirdetés üzenete röviden összefoglalva: tartsuk különbnek a másik embert magunknál, és ne ítélkezzünk. Nem hiába írja a Biblia olyan sokszor le azt, hogy ne ítélkezzünk, mert segíteni kíván bennünket, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is eljussunk oda, hogy nem ítéljük meg a szomszédunkat, a családtagunkat, a rokonunkat, a barátainkat, a munkatársainkat, a gyülekezeti testvéreinket. Gondolati szinten ez nagyon sokszor így fogalmazódik meg az emberben,
Én nem ilyen vagyok, én jobb vagyok, mint a másik, ezért szólnom kell. Én nem így csinálom, én jobban tudom csinálni, mint a másik, ezért meg kell neki mondanom. Persze tudjuk, hogy nem kellene igazán mindig szólnunk, tudjuk, hogy nem lenne szabad néha megmondani az, ami a szívünkben van, de mégis gyengének bizonyulunk olyan sokszor, amikor ilyen és ehhez hasonló gondolat fogalmazódik meg bennünk, és talán tudat alatt jönnek ezek a gondolatok. Aki ítélkezik, az magát tartja különbnek, és nem a másikat. Amikor a kórházban a műtétre váró ember rosszat mond az orvosra, aki egy kicsit késik, akkor lehet, hogy nem tudja azt, hogy az az orvos éppen eltemette a feleségét. Hasonló eseteket mi is fel tudunk sorolni a saját életünkből. Én azonban most kettő pszichológiai eredményt szeretnék elmondani, ismertetni, amelyek talán segítenek nekünk abban, hogy megértsük azt, amiről Jézus és Pál apostol is olyan sokszor beszél és tanácsol bennünket. A lélektan azt mondja először is, hogy az ember önmagához mindig irgalmas, a másik emberhez viszont tényszerűen viszonyul. Amikor tehát a saját hibánkról vagy a hiányosságunkról van szó, akkor nagyon sokszor elvárjuk a megértést, a türelmet, a toleranciát, legalábbis nagy átlagban így van ez. És ugyanakkor, amikor a másik embernek a hibáiról van szó, akkor keményen és tényszerűen mondjuk meg azt, amit gondolunk. Ez ösztönszerűen van az emberi lélekben így. És hogy ez miért van így, arra a pszichológia ad is egy bizonyos választ. Azt mondja, hogy azért van ez így, mert a saját önértékelésünkhöz szükség van arra, hogy a másik embert alánk helyezzük. Az ítélkezésben mindig ez nyilvánul tehát meg, hogy ő rosszabb, mint én vagyok. Én jobb vagyok nála. Ő mindent rosszabbul csinál, én ezzel szemben mindent jobban. Az ítélkezés sokkal inkább, tehát arról szól, aki mondja, az ő önértékeléséről, és nem arról szól, akiről elhangzik az ítélet. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ettől jobbnak, szebbnek, felsőbbrendűnek érzi magát az, aki ítélkezik. És emiatt talán kevésbé fáj neki, hogy olyan, amilyen. Az ítélkezés tehát a leggyorsabban ható fájdalom csillapító az ítélkező ember számára, talán éppen ezért mondja ki ezeket a szavakat, de a probléma, hogy az igazi okot és a problémát ezek a szavak nem oldják meg. Jézus ugyan nem volt pszichológus, de jó sok évezreddel ezelőtt már rávilágított ezekre a dolgokra. Olyan folyamatokra világított rá, amelyeket a tudományosság eszközeivel csak a 20. században fedeztek fel és bizonyítottak. Jézus ténykérdésként kezeli például azt, hogy az ember a maga hibáit nem bírja elviselni a másik emberrel szemben. Erről beszél az a példázat is, amelyet bizonyára sokan ismerünk, és amelyben a szálkáról és a gerendáról szól Jézus. És azt mondja, hogy a másik emberben a szálkát is meglátjuk, magunkban azonban a gerendát sem. Ahhoz, hogy a szálkát, a hibát helyesen látni lehessen a másik ember életében, előbb az óriási gerendát kellene eltávolítani a magunk életéből. Meg kellene látni a saját magunk hibáit, mert ez csak így működik. Ez a szálkás, gerendás kép mondja el, hogy az ítélkező ember életében ugyanúgy jelen van a bűn, a hiány, a rossz, mint a megítélt emberében,
és még sokkal nagyobb méretben talán. Ezért fontos mindig előbb körbenézni a saját házunk tájékán. A pszichológiai folyamat szerint ez úgy néz ki, hogy azért, hogy az önképe ne sérüljön valakinek, azért ítélkezik, azért mondja ezeket a szavakat. Ilyenkor lép életbe a másik ember megítélése, amikor az ember az önképén akar javítani, amikor ön szeretet hiányban szenved, vagy akár szeretet hiányban. Vannak dolgok, amiket nem tudok magamban elfogadni, ezért aztán ezeket kivetítem a másikra. Így gondolkodik az ilyen ember. Van egy történet, amelyet szeretném, ha meghallgatnánk. Ez a történet nagyon szépen kifejezi azt, amiről most egy kicsit bonyodalmasabban pszichológiai fogalmakkal beszéltem. Ebben a fiktív történetben egy öreg, bölcs ember üldögél a Korintusba vezető út szélén, és arra jön egy ember, egy idegen, aki Athénből érkezik, és mivel rövid pihenőt tart, ezért szóba elegyednek. Szóba elegyedik az aténi és a korintusi ember. Milyenek itt az emberek, tudakolja az Aténból érkező idegen. Hová való vagy? Kérdezi vissza az öreg bölcs, aki Korintusban lakik. Aténi vagyok. És felétek milyen nép lakik? Kérdezett tovább az öreg. Hát, kezdi az idegen, rettenetes társaság lakik Aténban. Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Én is pont ezért jöttem el onnan, és szeretnék Korintusba költözni. Nincs szerencséd, mondja a korintusi ember. Korintusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa, csaló, lézengő, lusta és önző emberrel fogsz találkozni, mondja bölcsen. Az idegen búsan folytatja az útját. Nem sokkal később azonban érkezik egy másik ember, aki szintén Aténból jön, és ő is szóba elegyedik az öreg, bölcs, korintusi emberrel. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korintusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Aténból jött, neki is feltette az öreg bölcs ugyanazt a kérdést, hogy milyenek az emberek ott. Ez az ember azonban egészen másfajta választ adott. Ezt mondta. Nagyszerű emberek élnek ott, barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek. Én is csak látogatóba jöttem Korintusba, válaszolta. Nagy szerencséd van, mondja a korintusi bölcs. Itt Korintusban ugyanilyen emberekre fogsz lelni. A vándor, az idegen, vidáman és fütyörészve folytatta az útját Korintus városa felé. A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában, barátok voltak. Felháborodottan jegyezte meg neki, hogy milyen nagyot csalódott benne, hogy különbözőképpen válaszolt az embereknek. Azt mondta neki, sose hittem volna, hogy te ennyire kétszínű vagy az emberekkel. De az öreg bölcs mosolyogva csillapította le, tévedsz, fiatal barátom. A világ a szívünkben tükröződik vissza. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog szembe találkozni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre lel majd. Mert amilyen a szemüveg, olyannak fogjuk látni a körülöttünk levő világot is. Ha a szemüvegünk piszkos, akkor a másik embert is piszkosnak fogjuk látni. Ha a lelki szemüvegünk piszkos, akkor a látásunk is piszkos, és mindez tudat alatt kezdődik.
Pál apostol nem véletlen ír erről a Bibliában több helyen, hogy aki ítélkezik, ugyanazokat a bűnöket követi el. Amikor valakit bírálunk, nem őt minősítjük, akit bírálunk, hanem önmagunkat minősítjük, azt minősítjük és mutatjuk meg, hogy mi van a mi saját szívünkben. Isten ugyanis nem adja nekünk az ő bírói székét. Mi nem lehetünk bírók. A mi helyünk nem a bírói székben van, hanem a vádlottak padján. Nem vagyunk jobbak, nem vagyunk különbek, és nem vagyunk értékesebbek sem a másik embernél Isten előtt. Csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy mi azok vagyunk, vagy mert az ítélkezés által szeretnénk értékesebbek, nagyobbak lenni és magasabbra helyezkedni. Egy szójátékkal élve, amit talán könnyen megjegyezhetünk, nem leszólni kell, hanem felszólni kell. Ez azt jelenti, amit Jézus kér tőlünk, hogy imádkozzunk. Még azokért is, akik ítélkeznek felettünk. Ezeket az embereket nem leszólni kell ítélkező szavak által, hanem ezeknek az embereknek az érdekében inkább imádságban felszólni kell az Istenhez. Felszólni kell az érdekükben, és csak azután érdemes véleményt mondani a másik emberről. Fontos persze, hogy megismerjük a másik embert. Egy régi osztálytársam naplójában olvastam egyszer, amit megengedett, hogy elolvassak, ezeket a mondatokat. Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet, járd végig az utamat, járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömömet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem, és botladozz meg minden kövön, amelyen én is megbotlottam. És mindegyik botlás után állj fel, és menj tovább úgy, ahogy én tettem. Csak is ezután ítélkezhetsz rólam és felettem. Akkor mondhatod azt, hogy ismersz. Ha végigjárjuk mi is ezeket a lépcsőfokokat, az imádság útját, a másik embernek a megismerésének az útját, akkor talán könnyű lesz a következő lépcsőfok is, amely a jó beszéd, a jó szólása, a jó szavak szólása a másik emberről, ami az ítélkező szavaknak az ellentéte. Ha ismerjük a másik embert, ha tényleg segíteni próbálunk neki, és ha tudunk érte imádkozni is, akkor nem ítélet, hanem irgalom fog elhangozni a mi szánkból. Végezetül egy utolsó dologról szeretnék még beszélni ennek az igének a kapcsán. Akik nagyképűek és nagyon sokra tartják magukat, azokat egyértelműen felszólítja ez az ige, hogy vegyenek vissza a stílusukból, és ne tartsák különbnek magukat a másik embertől. Viszont ez a mai ige nem csak a nagyképű emberekhez szól, hanem azokhoz is szól, akiknek nincsen önbizalmuk. Akik semmire sem tartják magukat, akik azt hiszik, hogy alázatosak, és közben nem is alázatosak, hanem éppen, hogy szoronganak, vagy azt érzik, hogy nem szeretik őket, és ezt az alázatosság szava mögött teszik. Nekik ez a mai ige azt mondja, hogy lássák meg azt, hogy ők is értékesek az Isten előtt. Ne hagyják magukat kihasználni, ne hagyják magukat eltaposni, kizsákmányolni, megalázni, vagy érzelmileg zsarolni. Súlyos tragédia és sok rossz dolog történik ugyanis akkor, főleg egy közösségben, amikor azok, akikben egyébként is az önbizalom teng túl, az utóbbit hallják csak meg, míg akik
akiknek egyébként sincsen elég önbizalmuk, és szerencsétlennek érzik magukat, az alázatosság mögé bújnak, és mindent megengednek, hogy megtegyenek velük. Mindig fontos egy ige elolvasásánál, hogy az összefüggéseket is figyelembe vegyük, hogy szöveg környezetébe olvassuk az igét, ne csak egy-egy szót vagy mondatot kiemelve. Ne legyünk tehát magunknak valóak, erre kér bennünket az ige és szólít fel, hanem tartsuk többre a másikat magunknál, és ne a magunk hasznát nézzük, hanem a másikét is. De ez az utolsó mondat, ez azt jelenti, hogy ne a magunk hasznát nézzük, hanem a másokét is, hogy a sajátunkat is nézzük, nézhetjük. Ehhez adjon nekünk az Isten tisztánlátást, erőt, sok bölcsességet a döntéseinkben, hogy közösségeink és környezetünk ennek segítségével épülhessen fel igazi lelki házzá és otthonná. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Fülöp Mónika evangélikus lelkész testvéremnek köszönöm szépen az ige hirdetés szolgálatát. Adja meg mindenható Istenünk, hogy az ige önvizsgálatra szólítson és vezessen bennünket. Most pedig fennállva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Éves gyakorlatunkhoz képest a Hallgass meg, Urunk felszólítás után a gyülekezettel együtt mondjuk, kérünk téged, hallgass meg minket. Bőség Istene, te minden szükségünket betöltöd jóságodból. Légy velünk most, segíts, hogy felülemelkedjünk önzésünkön, mohóságunkon, és adj bátorságot, hogy az igazságosság követei legyünk a világban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szeretett Istene, te képedre és hasonlatosságodra teremtettél, és megváltottál minket Krisztusban. Légy most velünk! Légy alkalmassá arra, hogy szeressük fele barátainkat, és örömmel fogadjuk az eddig számunkra idegeneket itt ebben a közösségben. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Békesség Istene, te hűséges vagy velünk kötött szövetségedhez, még akkor is, ha mi eltávolodunk tőled. Krisztusban megbékéltetted magad velünk. Légy most velünk, és adj nekünk új szívet, új lelket, hogy elvessük az erőszakot, és helyette a te békességed szolgái legyünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Dicsőség Istene, te mindenható, hatalmas Úr vagy. Mégis úgy határoztál, hogy Jézusban, emberi családban lelsz otthonra, s a keresztség vize által gyermekeiddé fogadtál minket. Légy most velünk és segíts, hogy hűségesek maradjunk családi elköteleződésünkhöz, és közösség iránti felelősségünkhöz, és erősítsük kötelénkeiket testvéreinkkel Krisztusban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, aki három személyben egy vagy, Krisztusban egyé tettél minket magaddal és egymással. Légy most velünk,
és a Szent Lélek erejével és vigasztalásával szabadíts meg önzésünktől, gőgösségünktől és félelmeinktől, amelyek megakadályoznak bennünket, hogy az egyház teljes, látható egységére törekedjünk. Jézus Krisztusért kérünk, Szent Lelked által. Amen. Krisztus, a mi békességünk. Megbékélteted minket Istennel az egy testben, a kereszten. Az ő nevében jöttünk most ide, és részesülünk az ő békességében. Ennek jeleként forduljunk egymáshoz, nyújtsuk jobbunkat, és mondjuk, béke veled. Emeljük lelkünket igazán Istenhez, imádkozzunk a Krisztussal tanult szavakkal, a mi atyánkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem drága testvérek számára, hogy holnap este 5 órától újra találkozhatunk egymással itt, a római katolikus templomba. Szeretettel várunk, hívogatunk mindenkit, hozzunk magunkkal másokat is, hogy együtt lehessünk tanúi Krisztus szeretetének ma is. Szeretnénk kérni a gyülekezet valamennyi tagját, hogy az énekes lapokat, amelyeket elvettünk a bejárat mellett, majd kifelé menet helyezzük oda-vissza, hogy holnap ebből újra tudjunk majd énekelni. Helyünket elfoglalva, szeretett testvérek, záró énekünket énekeljük. Záró énekünk az énekes lapon található 463. énekünk valamennyi verse. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Thank you.
Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, áldást, békességet. Szép estét kívánunk mindenkinek.